Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy titkos szerelmi jóslás. Milyen titkokat látunk, ezt majd mutatom a kártyáknál. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven, és a díjam az 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 9000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt bal oldalon vannak a te képeid. Akár egy férfi vagy, akár egy hölgy. És szemben van a te lelki társad, vagy lelki társnőd jobb oldalon. Itt ez a három kártya utal a te jelenlegi helyzetedre. Itt kifele tekintesz, megvannak a vágyak, az elképzelések, de még nincsenek lépések. Ott előtted van egy fal, egy másik ház, de minden olyan összeomlónak tűnik, hiszen ez egy nem szép környezet. És ez a te jelenlegi helyzeted, akárhova tekintesz, minden úgy összeomlik, nem tetszik neked ez. Te szeretnél ezen valamit változtatni, hiszen ez a kard utal a döntésekre, és itt látható egy új út, egy új kezdet. A víz jelenti azt is, hogy itt tisztázódik valami. Lehet, hogy neked kell ezeket a döntéseket hozni, hogy kilépj ebből a helyzetből, ebből a környezetből, ami téged elszomorít, de azt is jelentheti, hogy szomorú vagy, és vársz rá, hiszen megvannak az elvárásaid, hogy ő hozza ezeket a döntéseket, és ő általa legyen egy új kezdet. Bízhatsz benne, hiszen látható, hogy nyitott arra, hogy legyenek fontos döntések, a kezében van ez a kehely, az utal az érzelmekre, tehát nyitottan fog érzelmekről beszélni. És most megtekintjük az ő titkait, az ő jelenlegi helyzetét. Itt látható, hogy valamit fog a kezében. Ezek lehetnek az anyagiak, vagy a munkája, vagy az, amit ő úgy érez, hogy itt minden biztos, és nem akarja elengedni. De látható az arcán, hogy nem boldog ebben a helyzetben. Lesznek változások, erre utal itt ez a kép, de a botok ott előtte jelentik még a korlátozásokat, mert nem tudja, hogy mit akar. Van nála egy kis húzavona. De lesznek döntések, bízhatsz ebben, hiszen ez a kártya jelenti azt, hogy lesz egy találkozás, vagy meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, és látható, hogy milyen szépen telik el ez az este. És mik az ő tervei? Itt ez a torony jelentheti azt, hogy fogva érzi magát, mint egy labirintusba, mert félelmei vannak, mert bizonytalan, mert nem tudja hogyan tovább, és keres egy kiútat ebből a labirintusból. De ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet is, amit neki rendeznie kell. De minden olyan bizonytalan, erre utal itt ez a nulla szám. Tehát nem tudja, hogy fognak alakulni a dolgok. Van a környezetében egy személy, aki állarcot visel.
nem mutatja nyíltan ki azt, amit akar. Ez lehet egy férfi, lehet egy nő is. Viszont ami téged illet, vagy a szerelmeteket illeti, itt a hold azt jelenti, hogy megvannak nála az elvárások, azon kívül itt vannak az érzelmek, a vágyak, a remények és az álmok, hiszen a hold az az álmokra utal, mert álmodik vagy álmodozik rólad. És most megtekintjük azt, hogy mit gondolsz te, mit tervezel, mi várható a közeljövőben. Itt látható a csillagkép, és az azt jelenti, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagokban meg van írva a sors könyvében. És a csillagok jelentik a szerencsét is. De ez nálad, vagy nálatok egy átmeneti időszak, hiszen még itt vagytok ezen a hídon. Az egyik partot elhagytátok, tehát vannak változások, de az új part, amit szeretnétek elérni, még nem látható. Tehát légy kicsit türelmes. Ő közeledik hozzád, hatalmába veszi a dolgokat, és kimutatja a bátorságát, és itt lesz egy találkozás, ő ad számodra erőt, te adsz számára erőt, tehát itt lesz segítség. És most betekintünk a mély titkokba, az, ami nem látható, vagy amit ő eltitkol, vagy légy te titokzatos, és nem mondd el ezeket a terveket. Most megnézzük a te kártyáidat. Itt újra a híd látható, tehát egy átmeneti időszakban vagytok. De hamarosan lesz itt mozgás, tehát előre mennek a dolgok. Itt megjelenik ez a kehely, és az azt jelenti, hogy itt vannak érzelmek részedről is, és részéről is. Itt ez a hintó jelenthet utazást, egy közös nyaralást például, vagy jelent változásokat, gyakran költözködést. És itt a mérleg utalhat egy bírósági ügyre, ahol vagy az igazság, vagy az igazságtalanság az, ami érezhető, de a mérleg jelenti a belső egyensúlyt, vagy azt, hogy mérlegeld a dolgokat, azon kívül szimbolizálja a párkapcsolatot, a szerelmet. És itt van egy arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset. Mutasd ki az érzelmeidet, beszélj vele, de ne sokat beszélj erről, hanem kell, hogy ő is nyitott legyen érzelmekről beszélni. Akkor megvan az egyensúly. És most megnézzük az ő titkait. Itt ezen a képen látható a tanulás. Vagy szeretne valamit még tanulni, tehát iskolázásról van szó, továbbképzésről, de ez jelentheti az élet iskoláját is, ahol sok mindent tanult. Itt megvan köztetek ez a bizalom, ez a közelség, ez az energiamező, ez a vonzalom. Én úgy mondanám, egy telepátikus kapcsolat kettőtök között, de jelentheti a vallási témákat, a hitét, vagy egy spirituális területet is. Lehet, hogy ez érdekli, ezt tanulni fogja, de nem beszél erről. És itt ezen a képen látható, hogy te vagy ez a hölgy, de egyszer így akar látni téged, máskor pedig másképp szeretne téged látni. Tehát szereti azt rajtad, ha visszahúzódó vagy, és máskor pedig azt várja el, hogy légy nyitott bizonyos dolgokról beszélni, vagy az érzelmeidet kimutatni, vagy nyitott egy szexuális kapcsolatra is.
Tehát mindkettőt szereti nálad, ezek a változások. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!